Barkóczi Balázs 2008 óta látja el bírói szolgálatát. A polgári perekkel foglalkozó szakember korábban dolgozott már Pakson és a szekszárdi törvényszéken is, néhány hete pedig elnök helyettesként a megyeszékhely járásbíróságán látja el hivatásához kapcsolódó feladatait. Anyai ágon egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező jogász családból származom. Több száz éve visszavezethetően a család férfi tagjai jogászként dolgoztak, sőt, amennyire vissza tudtam követni, a hölgy tagok is gyakorta jogász végzettségű férfiakhoz mentek feleségül. A nagypapám anyai ágról, dr. Kosztent Vilmos Gyönki járásbíróság elnöke volt, majd a Tamási járásbíróság elnöke. Az elnök helyettesi kinevezés jelentős változásokat hozott Barkóczi Balázs munkakörében. Az ítélkezési munkájától ugyan továbbra sem szakad el, ám mostantól már a járásbíróság igazgatási munkáinak egy jelentős részét is ő látja el. Úgy gondoltam, hogy ezen a területen, tehát a járásbírósági szinten igazgatási vezetőként hitelesen fogok tudni működni, amit az eddigi szakmai tapasztalatom, a bírói tevékenységem úgy gondolt, ami megfelelően alátámaszt. A hétköznapi ítélkezési tevékenység mértéke az csökken. Az igazgatási vezető kevesebb ügyet és kevesebb tárgyalási határnapon tárgyal, mint egy átlag bíró. Másrészt megnőtt azoknak a tevékenységformáknak a száma, amik közvetlen az igazgatáshoz kapcsolódnak. Ez elsősorban az ügyek kiosztásában nyilvánul meg, az úgynevezett szignálásban, amit elnökhelyettesként a polgári ügy szaktekintetében végzek. Azaz a szekszárdi járásbíróság hatályos ügyelosztási rendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodom arról, hogy az ügyek az egyes bírókhoz kiosztásra kerüljenek. Polgári és gazdasági ügyszakban, illetve nem peres területeken is, végrehajtásban, egyéb peren kívüli ügyek tekintetében. A másik igazgatási értelemben vett fő változás talán az, hogy foglalkozhatok a bírósággal kapcsolatba kerülő ügyfeleknek nem csak a jogvitáival, de az általuk előterjesztett esetleges panaszt vagy kérelmet tartalmazó más beadványaival is. Előfordulhatnak olyan döntések, ahol a bíró maga is néha kétségek közé kerül, de amikor a döntést meghozza, akkor az adott döntés mellett már teljes bizonyossággal kell állást foglalnia. Barkóczi Balázs Tolna megyéből egyetlen bíróként mondhatja el magáról, hogy nemrég beválasztották az országos bírói tanács tagjai közé. Ez a 15 tagú testület a bíróságok önigazgatási jogát biztosító legmagasabb szintű fórum Magyarországon. Azaz a bírósági szervezet függetlenségének legmagasabb rangú testülete. A fő feladata az az, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökét a jogszabály által meghatározott területeken ellenőrizze vagy felügyelje. Ezek lehetnek költségvetési kérdések, statisztikai kérdések, képzésekkel, munkaterméréssel kapcsolatos területeken hozott döntések. Az Országos Bírói Tanácsban 14 tag foglal helyet, a 14 bírótag foglal helyet, a 15. a kúria elnöke. Ezen kívül tanácskozási joggal veszhet részt a tanácsülésen az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Bírói Egyesület elnöke. A tagok választás útján kerülnek ebbe a tanácsba. A járásbírósági szintről 6 tag kerülhet be, ezek egyikek közé választottak a közelmúltban, ami személyes értelemben egy nagyon komoly siker is, de
ennél talán fontosabb, hogy egy nagyon nemes feladat. Hiszen ezen a poszton az ember országos igazgatási kérdésekkel foglalkozik, tehát szemben az elnök helyettesi tevékenységgel, ahol inkább helyi igazgatási feladatokért felel az ember, itt országos kérdésekben is megnyilvánulhat. Személy szerint tehát erre a tagságra rendkívüli módon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy elsősorban a megye szempontjából kell vizsgálni ennek a kérdésnek a jelentőségét, hiszen nem saját személyemet képviselem, hanem Tolna megyei küldöttként választottak ebbe a tanácsba. A megye szempontjából lévén Tolna megye azért a kisebb megyék közé tartozik az országban. Nagyon komoly dolognak számít az, hogy ez a képviselet most létrejött. Legutóbb még az Országos Igazságszolgáltatási Tanács keretein belül több mint 10 évvel ezelőtt volt a megyének személyes képviselője a legfőbb igazgatási testületben, és hát ez most újra előfordult. Én úgy gondolom, hogy alapkérdésekben nem lehet vita a tekintetben, hogy a bírói munkának az alapértékeit miben látjuk. Abban, hogy ezeknek az alapértékeknek a megvalósításához milyen úton jussunk el, lehet, hogy felmerülnek érvek és ellenérvek, de mindez csak olyan módon fordulhat elő, hogy közben a felügyeleti tevékenységünket gyakoroljuk. Tehát mondjuk egy képzési rend összeállítása esetén, vagy az arra történő javaslattétel alkalmával, lehet, hogy az ország egyik területén bíráskodók más hangsúlyokat találnak, mint amikre adott esetben én vagy az itt dolgozó bírák gondolnak. De alapértékekben a hivatásrend lényegi tulajdonságaiban én nem tartok attól, hogy itt bármiféle eltérés lenne közöttünk. Rengeteg információ hangzott el az elmúlt percekben a hazai igazságszolgáltatással kapcsolatban. Egy dolog viszont eddig rejtve maradt. Ki is valójában Barkóczi Balázs? Egy olyan ember, aki szeretne minden területen a lehető legjobban teljesíteni. Legyen ez a magánélet, a családi kör, és legyen ez a munka területe. És aki nagyon szeret sportolni. A család által adott biztonságot, azt érzem a mindennapokban. Úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy magas szinten teljesítsek munkahelyemen. De ugyanakkor ez feltöltődést is ad ahhoz, hogy az ember helyt tudjon állni minden tekintetben. És ezt megkapom otthon.